én először a szalonnát pirítom meg, azon megpárolom a hagymát, és én utána mindjárt a paradicsommal kezdem, hogy elfőjön. Van, aki így készíti a lecsót. Ahány bogrács, annyi féleképpen főttek az ételek a Dombóváron megrendezett Dőri Lecsófesztiválon. A város legnépszerűbb gasztroeseménye a Helytörténeti Múzeum udvarán kapott helyet, ahol 20 csapat munkálkodott azon, hogy az övék legyen a legfinomabban elkészített étel. A két csoportban 30-an, durván 10-15-en. Egy-egy brigád, mert két brigád van, ez a kertbarát, toknak a csapata, és két főzővel mesterkedünk. A Tolna megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás most, mint zsűritag vett részt a kulináris eseményen. Mint mondta, egyrészt dombóváriként is örült a felkérésnek, másrészt szereti is az ehhez hasonló megmozdulásokat. Itt nagyon sok emberrel az ember kapcsolatba kerül, polgármesterekkel, településvezetőkkel, de egyszerű átlagpolgárokkal is. Nagyon feldobott a látvány, hiszen nagyon sok csapat van, rengeteg finom illat. Aki a lecsót szereti, az ma kiélvezkedhet itt a dolgot. Én megeszem, de nem vagyok a nagyon nagy barátja, de ugye meg kell mérni, hogy ki a legjobb, és ebbe próbálok majd segítkezni. A lecsófőzésre a csapatok részére a hozzávalót az önkormányzat biztosította, de mindenkinek megvolt a lehetősége arra, hogy saját igényei szerint alakítsa az elkészített ételt. Azonban az ahhoz szükséges hozzávalókat már mindenkinek magának kellett beszereznie.